Gyümölcs és zöldségkiállítás, széles bor és pálinka kínálat, hagyományos kézműves vásár, szórakoztató koncertek, gyermekelőadások, művészeti programok várták a hétvégén a palisi születinapokra látogatókat. A tóparti sétányon a meg annyi látnivaló mellett az idei évben is Laci konyhák kínálták a jobbnál jobb falatokat. Gazdag kínálat és több mint 70 kiállító várta vasárnap is a palicsra látogatókat. Ubori Endre standjánál frissen préselt szőlőlevet lehetett kóstolni. Szeretném feleleveníteni a régi hagyományos szőlőpréselést egy darálóval, egy dézsában történő darálással, és aztán meg kipréseljük a szőlőlevet, és akkor itten bírjuk az embereknek kínálni. Mekkora érdeklődés mutatkozik ez iránt? Mennyire nyitottak az emberek? Jönnek az emberek, szeretik kóstolni, és nagyon tetszik neki az édes szőlőlé, frissen van préselve, lássák, hogy préselem, látták, hogy darálom. Így akkor így nagyon, nagyon tetszik nekik, hogy mit isznak. Vajdaság különböző pontjáról érkeztek látogatók palicsra, de akadtak olyan helyiek is, akik a jó hangulat miatt mindkét napot a tópart mellett töltötték. Palics nekem ez sokat számít, mert én itt éltem 50 évet. És én itt otthon érzem magam. Úgyhogy, mivel nem is lakok most már Palicson, csak Szabadkán, én minden héten legalább kétszer, háromszor kijövök Palicsra. A paprika szószok, a lekvárok és a szörpök mellett, a kiállítók asztalán a különféle dísznövények, valamint a színes és látványos szárazvirág kompozíciók közül is lehetett válogatni. Mi nagyon elégedettek vagyunk. Tavaly is itt voltunk, nagyon jó volt. Az idén is itt teljesen a tegnapi nap szuper volt. Nagyon jó a hangulat, az emberek jönnek, beszélgetnek, vagy vásárolnak, vagy nem, de nem is fontos, mindenki beszélget, és ez a jó a kedv és a hangulat. A gyerekek is megtalálhatták a kedvükre való programot, míg egyesek az állatos sátorban időztek, mások a pónikocsikázást is kipróbálhatták. Gyurcsösszem jáhála ne korcsi, i dva puta sam azivala konjiće male bebe. Koja je najslađa? Najslađa je ona sa dva meseca. A kétnapos rendezvényen zenéből sem volt hiány. A kórusművek mellett a Joker együttes is muzsikált.